Karate bemutatóval köszönték meg a szikicsi fiatalok az Ifjúsági és Sportminisztérium segítségét. Az illetékes tárca most először támogatott kishegyes községi fejlesztést. Kod nas ciljeva nije samo deči nego rekreativni sport. Jer moramo da pokazati mlađima i dati primer po roditelji. 1 millió dinárt nyertek a fejlesztésre egy pályázaton. Ezt az önkormányzat további 100 000 dinárral toldotta meg. Lično smatram da na ovaj način pokazujemo našu odgovornost prema najmlađima, jer siguran sam da profesionalno sportom ne mogu svi da se bave i ovo je jedan od tih dokaza da i u malim sredinama treba da se ljudi bave sportom. A támogatásnak köszönhetően Kishegyesen, Bács-Feketehegyen és Szikicsen edzőgépeket helyeztek el közterületeken, amelyek minden helyi fiatalnak ingyenesen elérhetőek. Az edzőgépek a fiataloknak ugye elősegítik a testmozgást, és el kell még mondani azt, hogy itt végezhetnek a fiatalok úgymond has, felsőtest, illetve különböző nyújtógyakorlatokat ezeken a szereken. A szabadtéri edzősarkok egyelőre 4 elemből állnak, amelyeket az önkormányzat tervei szerint a jövőben tovább bővítenek majd.